A felvételekből látszik, érdemes átmenni Szolnokra. Híradásunkat folytatjuk egy újabb beruházás bemutatásával. A Városi Önkormányzat Városgondnoksága, mint konzorcium vezető, és a Karcag Városi Önkormányzat, mint konzorciumi tag, a terület és településfejlesztési operatív program TOP 1.1.1 kötőjel 15 kötőjel JN1 kötőjel 2016 kötőjel 0011 azonosító számú Városgondnokság infrastruktúrális fejlesztési című pályázat keretében 120 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásban részesült. A fejlesztés eredményeként felújításra került a Városgondnokság épülete. A Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a Karcag Városi Önkormányzat konzorciumi formában sikeres pályázatot nyújtott be a terület- és településfejlesztési operatív program felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázat felhívására, amelynek eredményeként a 120 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós forrás jelentős mértékben hozzájárult a Városgondnokság épületének infrastruktúrális fejlesztéséhez. A fejlesztés eredményeként az iparterületen lévő épület teljes felújításra kerül sor, lehetővé téve új vállalkozások betelepülését. A beruházásnak köszönhetően a tervezett szolgáltatások ellátásához egy fő új munkahelyteremtés valósult meg. A projekt 2017. szeptember 6-án indult, és a terveknek megfelelően 2020. november 20-ig megvalósult. A Széchenyi 2020 programnak köszönhetően az épület infrastruktúrális fejlesztésével a Városi Önkormányzat Városgondnoksága megújult környezetben látja el feladatait. A projektről további információkat a www.karcag.hu oldalon olvashatnak.